mert az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg 4 szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még 1 vagy 2 embert, hogy 2 vagy 3 tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek 2 egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhérnak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Halleluja!